Tehát ez az előadás címe, és nagyon fogom pörgetni, mert rengeteg diát raktam be, általános bevezetőnek érzem. Azt hiszem, hogy mindenki észleli, hogy egy éve körülbelül semmi mással nem foglalkozik a média olyan intenzitással, mint a Covid-dal, a Covid-19-el, és egy karikaturista ezt fantasztikus módon megfogta. Azt mondja, itt ugye a messziből olvasom, most meg rendesen a kezed, és minden rendben lesz. Azt hiszük, hogy a Covid-ot ilyen egyszerűen megúszni, de valószínűleg most már kezdünk közel lenni a megoldáshoz, a Covid valószínűleg egy-két éven belül el fog tűnni. Mögötte azonban ott van egy sokkal fenyegetőbb hulláma, gazdasági visszaesésnek a hulláma. Van, aki ezt már most érzi, van, aki ezután fogja csak igazán megérezni az egész világnak, ez évekbe fog telni, amíg ezt megoldja. De ezzel nincs vége, mert a visszaesés mögött ott van a klímaváltozás, ami biztos, hogy az emberiség számára évszázados probléma akkor, hogyha egyáltalán tudunk ezzel valamit kezdeni. És ezzel még sincs vége az egésznek, mert minden mögött ott van a biodiverzitás krízis, ami viszont valószínűleg évmillióban mérhető, illetve azt lehet mondani, hogy az a biodiverzitás már soha nem fog visszaállni, amit most éppen veszítünk el. Hát ebben a rangsorban egy ilyen nagyon hosszú távú dologgal foglalkozik a Beporzók napja, amit 2018-ban kezdeményeztünk egy egyetemi hallgatómmal, és március 10-ét tűztük ki erre. Van ennek honlapja, van ennek Facebook oldala, valakit érdekel, utána lehet nézni, vagy a Wikipédián. 2018-ban az itt látható térképen megjelölt városokban volt már valami esemény két hónappal a meghirdetés után, és 2020-ban a COVID előtt még a legnagyobb része meg is valósult ezeknek az eseményeknek, amiket 51 magyarországi, illetve romániai múzeum vállalt. Tehát sokkal több rendezvény volt csak a múzeumi területen. Úgy érezzük, hogy a nap kezd egy kicsit így bejáratódni. Miről szól ez az egész? A Földön az élővilág rengeteg ökoszisztéma szolgáltatást nyújt nekünk, ingyen és bérmentve. Ezek közé tartozik például a trágyának az elbontása, itt egy halom trágya bogarat látunk egy vaddisznóürüléken, hordják szét és ássák be, tehát nem csak eltüntetik, hanem be is viszik a talajba. És más ökoszisztéma szolgáltatások a vizek tisztulását szolgálják, vagy a levegő tisztaságot, a talaj megtartását, a lehullott avarnak a lebontását, a tetemek elbontását, a ruhavilág rengeteg mindenben részt vesz, és sajnos ezeknek az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a menetébe belenyúl az ember, és megállítja azokat. Ugyanilyen ökoszisztéma szolgáltatása megporzása, vagy beporzása, ami ezeknek a gyönyörű virágporszemeknek a egyik virágról a másik virágra való szállításával jár. A beporzók problémájánál sokkal nagyobb probléma van a Földön, és erre úgy tűnik, hogy egy 2017-es közlemény mutatott rá úgy, hogy mint amikor kavicsot dobnak a darásfészekbe, óriási vízhangja támadt. Ez pedig egy német cikk volt, ami arról szólt, hogy 63 kis németországi védett területen ugyanazzal a standard módszerrel egy napon át csapdázva repülő rovarokat, azt találták, hogy 27 év alatt 75%-kal csökkent az egy nap alatt fogható rovarok mennyisége. És ez a kísérlet úgy volt megtervezve, hogy nem ők fogták ki a rovarokat, hanem a környező mezőgazdasági területeken zajló események juttatták el ide a rovarvilágot. Ettől aztán tényleg megbojdult a kutatóvilág, és sorra jelentek meg a tanulmányok, például egy olyan 2019-ben, amelyik 73 különböző dolgozatnak az eredményei alapján mutatta meg, hogy mik a legfőbb okai az élővilág, illetve a rovarvilág pusztulásának. Első helyen az élőhelyeknek az eltűnése, illetve az élőhelyeknek a megváltozása áll. A második helyen vannak a vegyszerek, és általában a környezetszennyeződés. A harmadik a különböző biológiai ágensek, például az invazív újonnan megjelenő fajok is,
és a negyedik helyen van a klímaváltozás. Hogy ez mit jelent, azt ezen a dián lehet nagyszerűen látni, majd ez egy repceföld, amelyik egy beporzó eldorádónak tűnik ide, ha valaki betéved virágporért vagy nektárért, akkor mint Misi Mókus semmit nem kell csinálni, csak zabálni. És ez tényleg így van, de ez 3 hétig van így az év során, és az sem előtte, sem utána nincsen sem búvóhelye, sem élőhelye, sem táplálkozó helye egy ilyen táblán a rovarvilágnak. Ezzel szemben egy sok-sok fajból álló virágos réten, tavasztól őszig mindig nyílik valami, és a földben pocokjáratok és egyebek szolgálnak fészkelőhelyül, és így tovább. Ebben az évben számos közlemény jelent meg már január hónapban is. Itt van január 12 a Telex híre rovar apokalipszisről. Ez az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratának egy tematikus számából táplálkozott ez a Telex híradás, és nem sokkal később, már nappal később jelent meg ez a közlemény, amelyik a jelen pillanatban talán a legnagyobb informatikus, világméretű globális adatbázisnak az adatait mutatja. A kék görbén azt látjuk, hogy 1990-től kezdődően szinte exponenciálisan nő az oda feltöltött megfigyeléseknek a száma. Ide minden magánszemély is feltöltheti a maga fotóját, hogyha az hitelesen meg van határozva, akkor azt ők beszámolják. És a piros görbe pedig azt mutatja, hogy 1990-től durván kezdődően a méhalkatúaknak, ez 20 ezer faj a Földön, méhalkatúaknak a bevitt adatai azok ilyen ütemben csökkennek. Tehát a sokkal nagyobb bevitel dacára is csökkennek. Az, hogy ilyen nagy baj van, ez egyébként már régóta köztudott volt. Az Egyesült Államokban már 97-ben létrehoztak a Pollinator Partnership-et, ami egy ilyen szövetségi szintű, nagyon furcsa kezdeményezés, de az már azért jött létre, ott már akkor nagy baj volt. Az Európai Unió is rámozdult a kérdésre. Tehát a beporzók napja mögött ez a rovarvilágnak ez a szörnyű helyzete áll, és kik vannak, mint esemény, és kik vannak mögötte. Egyrészt van egy szakmai tanácsadó testület, magyarországi, illetve kolozsvári egyetemi oktatók és kutatók, köztük Kovács Hostyánszky Anikó, akinek a Beporzók a kertünkben című kiadványa, nagyszerű, illusztrált és egyszerű és nagyon informatív, letölthető a netről. Aztán mögötte áll Györfi Borbála, akivel kezdeményeztük, és aki hazament Marosvásárhelyre, Macali Kunigunda rettenetesen sokat dolgozik Kolozsváron, és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek van egy Beporzók munkacsoportja, akik mindenfélét csinálnak. Az a célunk, hogy a lakossági együttműködést, a lakossági természetvédelmi munkát próbáljuk serkenteni, támogatni minden lehetséges módon, mert erre is most már vannak tudományos vizsgálatok, hogy a városi körülmények között is megvannak azok az emberi, ember által működtetett élőhelyek, amik nagyon komolyan hozzájárulnak a beporzók diverzitásának a növeléséhez. Tehát propagáljuk a beporzóbarát kertet, propagáljuk a különböző rovarszálok és méhbölcsők készítését, illetve információs anyagokkal próbáljuk segíteni azokat, akiket ez érdekel, ahol felállítunk egy rovarszálat, ott egy ilyen táblát helyezünk el. Általánosságban ezt lehet mondani, hogy ez a mentalitásunk, ezt szeretnénk átadni mindenkinek. Hogy kik a beporzók? A szelet ki nem lehet hagyni, mindjárt baloldalt egy olyan barkát látunk, aminek a virágporát a szél szállítja. De egyébként legnagyobb részben rovarok. Ott látunk egy kolibrit, ami trópusokon ugyanúgy lebeg a virágok előtt, mint nálunk a szenderlepkék. A címképen látunk egy denevért, amelyik ugyanezt csinálja. És a jobb alsó képen pedig egy szegény, szomorú kínai asszonyt látunk, aki egy hosszú ecsettel egy gyümölcsösben virágról virágra haladva végzi el a beporzást, mert Kínában annyi vegyszert használnak, annyira átalakult a természet, hogy nem tudnak máshogy boldogulni. Ezt találtam a Hobbikert magazinba, nem vagyok még, mégis magam porzom be a paprikámat. Hát nem csak Kínába poroznak be az emberek, hanem Magyarországon is, egyébként nagyon régóta bizonyos növényeket.
A növény rovar együttélésnek nagyon sajátságos formái alakultak ki, és én ezekből most csak az élelmiszereinkre vonatkozókról akarok egy pár szót szólni. Az egyik, ez a buzz pollination, vagyis a rezegtetés révén történő beporzás, amikor is a közeledő poszmék, vagy valamilyen kisebb vadmék szárnyának a szárnya vibrálása készteti a portokot, az felnyílik és kihullik belőle a virágpor. És például a paradicsom tipikusan így porzódik be, ezért aztán most már lehet kapni is katujába poszmék családokat pénzért, és Hollandiában már kifejezetten erre háziasított, vagy hát nem tudom, házilag nevet poszméhek porozzák be az üvegházi paradicsomokat. De több haszonnövényünk van, amelyek így porzódik be. Vannak olyan borfajták, nem mindegyik, amelyekhez szükség van a beporzásra. Itt van például a Cabernet Sauvignon, aki szereti, az ezentúl tudjon róla, hogy ahhoz, hogy létrejön a kereszteződés, vagy ember kell, és hát régóta ismerik a szőlészek a beporzókapát, vagy pedig a méhvilág. És itt vannak trópusi gyümölcseink, illetve fűszerünk, a banán, a mangó és a vanília, ezek azok, amiket denevérek poroznak be, mert ezek éjszaka nyílnak, és a denevérek pedig éjszaka érkeznek, hogy a hosszú nyelvükkel kiszippantsák a nektárt, és a pollennel teleszort pofájukkal repüljenek a következő virágra, és porozzák be. Közben eltelt a tippet. Köszönöm. És itt van a végén Gombóc Artúr szegény, aki komolyan aggódhat, mert a kakaóba volt, tehát a csokoládé alapját, azt egy ilyen rút kis törpe szúnyog porozza be szinte kizárólagosan. Hogyha nem lennének beporzók, akkor a baloldali lista szerinti élelmiszereink megmaradnának, és a jobboldali lista szerintiek eltűnnének az asztalról, de egy listát nehéz értékelni, inkább azt mutatnám meg, hogy itt van ez a barcelonai piaci jelenet, és itt a ventilátor meg a jobb alsó sarokban a gombák azok, amikhez nem kell a beporzó, és gyakorlatilag az összes többi termény ezen a pulton olyan, hogy az beporzók nélkül nem jöhetne létre. Köszönöm szépen!